Üdv mindenkinek, és akkor hát a mostani tesztalanyunk a Galaxy Grand Duo Android operációs rendszerű okostelefon, tehát egy ilyen kis kompakt dobozban érkezik meg hozzánk, amit érdemes róla megemlíteni, hogy egy eléggé mutatós darabról van szó, tehát az ember saját magának vagy ajándékba tökéletes választás lehet. A telefon hátoldalán találunk róla egy rövid leírást, az első a Wi-Fi, a második a 4.0-as Android, a 3,6-szoros érintőképernyő, 1-2 megapixeles kamera, egy GHz-es processzor, na mi van ott még? Tehát egy Full HD videó lejátszás, multikodek támogatás, DivX, stb. Bluetooth, és egy 2800 mAh-es akkumulátorról van szó. Na szóval akkor hát a dobozról ennyit is, nézzük a telefont. Kijön a telefon, ezzel majd később foglalkozunk, nézzük akkor a komplektációt. Tehát egy fülhallgató mikrofonnal, tehát egy ilyen kis standard fülhallgatóról van szó. Na szóval tovább védőfólia, hogy ne karcolódjon a képernyő. A hátlapra is kapunk egyet műanyagból. És itt lenne a tiltőnk USB kábellel. Tehát ez megy a számítógépbe, ez pedig a mobiltelefonba. És így amikor bedugjuk, akkor töltő lesz belőle. Tehát egy elég kompakt módon meg van csinálva, egy ilyen 500 mAh-es töltőről van szó. Na szóval komplektációról akkor ennyit is. Nézzük a telefonunkat. Tehát a telefonunk egy ilyen kis standard kis zacskóban érkezik meg, hogy ne kalcolódjon össze, stb. Na szóval, itt is lenne a telefonunk, az első érzés, ahogy kézbe veszük a telefont, egy ilyen minőségi benyomásként. Épp azért is, mert nem recseg a hátlap, tehát jól és gondosan össze van rakva. Maradt egy krómozott oldal rész, mint látszik. És pluszban még meg lehet azt említeni, hogy a legtöbb kínai klónnal ellentétben nem látunk be a telefon belsejébe az összeillesztéseknél. Tehát ez elég gyakori hiba szokott lenni, de itt, mint látszik, tehát nem látunk be, nagyon jól össze van rakva. Minden látszik, minden pontosan össze van rakva. Minden jól meg van csinálva. Na, nézzük is meg a telefon interfészeit. Na szóval ott egy ki- és bekapcsoló gomb. Itt találunk egy hangerőszabályzó gombot. Tehát a gombok is jól meg vannak csinálva, nem recsegnek. Fent találunk egy fülhallgató bemenetet. És alul pedig egy micro USB bemenetet. Tehát ahol tesszük a töltőt, vagy a számítógépet hozzá kapcsolunk. Na szóval, akkor az előső részen nézzük ott a hangszórónk. Két szenzor, hogy kikapcsoljon a képernyő, miközben telefonálunk. Egy duos felirat. És akkor lent találunk három gombot. Tehát az egyik az a mechanikus, a középső gomb. És találunk két érintős gombot. Tehát az egyik a vissza, a másik a menügomb. És amit még meg lehet róla említeni, hogy alávilágítás is van rajta, tehát a legtöbb kínai klónnal ellentétben. Most a hátlapján lássuk a 2 megapixeles kamerát vakuval, Samsung felirattal, tehát hibátlan Samsung felirat, mert van amelyik klónon, tehát még ez is rossz, egy betűt elhagynak, vagy stb. És alul ott találjuk a hangszórónkat. Na szóval nézzük is meg akkor tovább, hogy mi van a telefonunkban, tehát van egy ilyen kis speciális bemélyedés rajta, amivel le tudjuk venni a hátlapot. Így, na szóval mit is látunk. Itt egy aksi, ezt mindjárt ki is vesszük. Nézzük akkor. Na szóval itt az aksink. Tehát egy ilyen 2800 mAh-es aksiról van szó. Na, tehát mint látszik egy ilyen kis standard akkumulátorról van szó, tehát hogyha elromlik, vagy akármi más, bárhol ki lehet cserélni, bármilyen boltba lehet ilyet venni, tehát ebben nem lesz gond. Na szóval nézzük is tovább. Tehát mint lássuk, két e-mail szám van, ez pont azért van, mert két SIM-kártyás a telefonunk, épp ezért is van nekünk két
e-mail számunk. Ott pedig lássuk a microSD bemenetet, és amit még megemlítenénk, hogy egészen 32 gigáig tudjuk bővíteni, és ez le van ellenőrizve, mert a legtöbb kínai klóntelefonban 8, esetleg még 16 gigáig is lehet bővíteni, de itt nyugodtan lehet egészen 32 gigabájtig, tehát ez le van ellenőrizve. Na szóval végre akkor kapcsoljuk is be a telefonunkat. A telefon hátlapját alulról illesszük be, nem felülről. Így rápattintjuk. Egyszerűen megvan oldva az egész. És megint is lássuk, tehát minden jó meg van csinálva, nem recseg. Na szóval kapcsoljuk is be akkor a telefont. És be is kapcsolt, tehát a standard Samsung Galaxy S logó. És akkor szépen már töltődik is az Androidunk. És amint lássuk, tehát ahogy említettük is, a két gomb alatt ott az alávilágítás. Na hát lényegében ez szép, jó néz ki, ha úgy vesszük. Tehát a legtöbb kínai klónnal ellentétben itt ez is világít. Na, szóval lassan töltődik is a telefonunk. És be is töltődött már a telefonunk. Tehát ez itt az első dolgozó asztalunk, egészen 5 asztalunk van, mint látszik. Most lényegében ez arra kell, hogy widgeteket, alkalmazásokat tegyünk ki. Tehát, hogy kinek tehát ki mit akar kitenni. Alkalmazásokat, böngészőket, tehát ilyen gyors elérésre való, tehát itt egy óra. Érdekes kis dolog. Lényegében arra való, hogy a gyors beállításokat elérjük, tehát a Wi-Fi, Bluetooth, fényerő, giroszkóp beállítás, stb. És még amit megemlítenénk, tehát az a gyorsaság. Tehát ez nem felgyorsított videó, tehát mint látszik, a telefon az tényleg ilyen gyors, de hát egy 1 GHz-es processzortól azért ez már el is várható lenne. Tehát mint látszik, egy egész komoly kis szoftverről is van szó, és a hardware se elhanyagolható. Na nézzük akkor az alkalmazásainkat, van itt egy e-mail kliensünk, van itt a kameránk, nézzük is meg. És amit még megemlítenénk, tehát hogy a legtöbb telefonnal ellentétben, tehát a legtöbb opció az, hogy megnyitottuk a fényképezőgép alkalmazást, fényképeztünk és elmentjük a képet, de itt egész kis tömegnyi kis beállítás van. Tehát, hogy makróbeállítás, multi, fényerő, portré, éjszakai mód, minőségkiválasztás, tehát nagyon sok minden, sok választási lehetőség van. Tehát fehér egyensúly, be is lehet állítani, hogy automatikus legyen a wifi vagy kézi, zoomolás, és egy ilyen kis egyszerű mozdulattal már videózhatunk is. Tökéletes. Na szóval, tehát a középső mechanikus gomb, igen, megnyomtuk és kilépünk így mindenből. Tehát bármilyen programból ki tudunk lépni a középső gombbal. Nézzük meg, van egy ilyen kis érdekes alkalmazásunk. Tehát ez az albumunk, fényképalbumunk, nézzük is csak meg. Nézzük meg akkor a fotóinkat. Gyroszkóp tökéletesen működik. Na szóval nézzük meg. Zoomon is lehet. Nézzük tovább. Tovább. És most visszafele. És mint látszik, nagyon gyors. Tehát akadásmentesen, probléma nélkül. Nagyítás, akadásmentesen, minden tökéletesen. Tehát egy elég jó kis grafikai gyorsító is van benne, tehát ezzel nem lesz gond. És egy
elég magas felbontású képekről van szó, mint látszik. Na szóval most mi is a hátra gomb, tehát a lényeg az, hogy evel lépünk ki, tehát egyet hátra lépünk a programokból, hogyha nem akarunk teljesen kilépni valamiből, akkor a hátra gombbal megyünk ki. És újra itt vagyunk a kezdőképernyőn, nézzük akkor tovább. Van itt egy érdekes alkalmazásunk, valamint a Google Play. Tehát a Google Play is fenn van a telefonon, de vannak más alkalmazások is, ahonnan további alkalmazásokat tölthetünk le a telefonra. Teljesen ingyenesen akár. Csak internet kell hozzá. Itt Play App-nak hívják. Nézzük is meg. És az interneten keresztül bármilyen programot letölthetünk a telefonunkra. Na szóval, nézzük is akkor. Nézzük akkor, írjunk be is valamit a keresőbe. Például Skype. Keressük meg a Skype-ot. Skype-ot keressük meg. Skype, nézzük akkor. Keresés, és ott is van a Skype. Tehát le is tölthetjük, fel is telepíthetjük, és már használhatjuk is. És ugyanilyen módon játékokat, szinte bármilyen programot letölthetünk, több tízezer program van. Na szóval mit lehet még akkor megnézni? Nézzük is meg a beállításokat, a telefon beállításait, mit is lehet itt beállítani. Beállításokat, na szóval, nézzük akkor. Vezeték nélküli hálózatok, tehát itt a Wi-Fi, mint látszik, és itt vannak az elérhető hálózatok. Tehát a Wi-Fi az tökéletesen működik rajta, tehát internetezésre tökéletesen megfelel. Na szóval, mit is mondhatunk még a programokból? Lényegében bármit le lehet tölteni rá, Facebook, Twitter, akármilyen játékokat, tehát bármi más le lehet tölteni rá. És ne is felejtsük el, hogy 32 gigáig bővíthessük. Nézzük és akkor meg, hogy játszik le a telefonunk videókat, online videókat, tehát nézzünk fel egy ilyen internetes tárhelyre, ahol online videókat nézhetünk. Nézzük is meg. És itt is vannak a filmek. Nézzük is akkor, hogy mit fogok nézni. Tehát ezek mind filmek. Több ezer film közül választhatunk. Nézzük is akkor, melyik lesz az. Nem az. Nem az. Na, nézzük akkor ezt meg. Az utca királyai. Be is töltődött. Tehát, mint látszik, a giroszkóp is tökéletesen működik. Oldalra, felülre. Tökéletesen reagál. Nézzük is akkor meg a filmet. Na szóval, ez az. Nézzük is akkor, és akkor már töltődik is a filmünk. És már nézhetjük is. Tehát, mint látszik, el is indult a film. Itt a hangerőszabályzó, tehát egy elég hangos filmnézéshez tökéletes. Bele is tekerhetünk, és mint látszik. És otthon ülünk és nézzük a filmet. Tehát tökéletesen, akadásmentesen. És még zoomolni is lehet vele. Tehát ezt a legtöbb telefon nem tudja. De itt még a videóban is lehet zoomolni. Tehát tökéletesen, akadásmentesen merül már az aksink. Na szóval, akkor erről ennyit is. Na. Mit mondhatunk még az internetböngészőkről? Tehát lényegében bármit rátelepíthetünk. Firefoxot, Okarát, Chrome-ot. Tehát lényegében ki mit használ. Tehát ebben nincs megkötés. Van itt egy kis fájlkezelünk,
ahol láthassuk a telefon összes fájlját. Tehát, amit még érdemes megemlíteni, hogy elég könnyen hozzá lehet kapcsolni a számítógéphez, USB kábellel, és mint egy memóriakártyát úgy érzékeli. És csak a mappába beledobjuk, kivesszük a fájlokat, amit fel akarunk tenni. Tehát akkor lényegében mit is érdemes tudni a telefonról? Tehát akkor lényegében 1 GHz-es processzor van benne, 4.0-as Androiddal, 32 GB bővíthető, és egy két SIM-kártyás telefonról van szó. Tehát, hogyha megtetszett a telefon, érdekel titeket, akkor nyugodtan szólhattok nekünk, írhattok, hívhattok a számunkon, Belexázban elérhetőek vagyunk, és készségesen segítünk nektek. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!